jó jel az együttműködésünket illetően, hogy egy ilyen rendkívül bonyolult aláírási folyamatot ennyire gördülékenyen és egyetértésben valósítunk meg. Az együttműködés keretében a felek közös tehetségműhelyeket alakítanak ki, mely által lehetőséget biztosítanak tehetséges középiskolás diákok számára az egyetem kutatási programjainak és diák tudományos tevékenységének megismerésére, a tudományos munkába való bekapcsolódásra, és arra törekednek, hogy minél több középiskolás diáknak nyíljon lehetősége arra, hogy egyetemi mentoraik, konzulenseik segítségével önálló kutatást végezzenek, dolgozatokat készítsenek, és eredményeiket tudományos diákköri konferencián mutathassák. Be. A Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kar, mint alsófokú pedagógus képző intézmény, ugyanakkor arra a tendenciára is reagálni kíván az együttműködésekkel, melyet nem pedagógus hiányként, inkább a jó pedagógusok hiányaként, a megfelelő pedagógus utánpótlásként emlegettek az aláíró intézményvezetők. Nem titkolt törekvésünk az, hogy ne csupán a tehetségekre figyeljünk, hanem azokra a leendőbeli pedagógusokra is, akik majd a tehetségeket segítik, akik a tehetséggondozási munkában kimagaslót tudnak nyújtani. A szerződéseket Turi Katalin, a Pécsi Gyakorló Intézmények igazgatója, Heilmann Józsefné, a Garai Gimnázium igazgatója és Gesztesi Enikő, a Honismereti Egyesület elnöke írta alá a KPV kádékánjával.